ez is ilyen, tudod, hogy, hogy, egy, így hogy, hogy bennünk van, hogy ez a barátom, mérnök, az a barátom, jogász, és, és, akkor nekem is kéne valami címke, ami én vagyok. Nem kell. Szerintem, ha az ember eljut egy, egy, egy olyan pontra az életében, hogy úgy békében van önmagával, és nem, nem muszáj egyfolytában bizonyítani valamit, akkor, akkor ezek nem annyira nehéz dolgok. Nem, nem gondolom, hogy én tudnám a tutit, és más meg Aha. téved. Sziasztok, Lukács Luca vagyok, és ez a Mit Gondol Podcast legújabb évada. Az első epizódban a sztereotípjáról fogunk beszélgetni Rényi Ádámmal. Ebben a műsorban én mindig olyan témákról beszélgetek, amik engem kifejezetten érdekelnek, és mostanában sokat gondolkodtam azon, hogy miért érezzük ilyen erőteljes szükségét annak, hogy mindenféle címkével lássuk el a körülöttünk lévő világot és az embereket, és aztán ezek alapján, a címkék alapján Próbáljunk könnyebben eligazodni a világban, és akkor ezt ilyen gyűjtőnéven lehet nevezni sztereotípiáknak. És, és kérdés az, hogy a sztereotípiák szükségszerűen negatív dolgokat, tehát kizárólag negatív hozadékuk van, vagy egyébként egyfajta mankóként is tudnak szolgálni nekünk a mindennapokban. Rényi Ádám, aki a vendégem ma, ő író, bár ezt kifejezetten nem szereti mondani magáról, de szerintem ő egy író, de ezen kívül is rengeteg dolgot csinál, például a 21. század könyvkiadónak a társtulajdonosa, szóval könyvek között éli az életét, és van két novellás kötete, és ez az, amiért őt hívtam meg ebben a témában, mert van két novellás kötete, az osztálytalálkozó és a bezzeg amiben szerintem kifejezetten arra épít, hogy nagyon sztereotipikus karaktereket ábrázol, és aztán ezek a sztereotipikus karakterek egyáltalán nem úgy viselkednek, ahogyan azt a felállított sztereotípia alapján elvárnánk tőlük. Te mit gondoltál, hogy miért veled szeretnék beszélgetni a sztereotípiáról? Én gondolkodtam ezen, hogy miért velem szeretnél, és igazából de valami olyasmire gondoltam, hogy lehet, hogy de lehet, hogy ez egy kicsit hosszabb gondolatmenet lesz, hogy a hogy a sztereotípia az, 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 az egy ilyen nem tudom, egy ilyen gondolati kényelmesség, és uh, talán azért, mert lehet, hogy én az, én az írásaimban néha építek a gondolati kényelmességre. Tehát, hogy élek azzal, vagy akár visszaélek azzal, hogy hogy könnyű egy-egy szövegemet úgy olvasni, hogy az ember a, a szokásos mechanizmusait használja, és akkor utána kiderül, hogy valami egész másról van szó. Tehát tulajdonképpen én, én profitálok a sztereotíp gondolkodásból. Megfejtetted. Ez? <laughs> Megfejtetted a Gordiuszi csomót, ezért ülsz itt, mert hogy lényegében szerintem mind a bezzeg gyereknek, mind pedig az osztálytálkozóinak a novellái arra épülnek, hogy van egy alak, akit én már rég ismerek. Ezt a, ezt a, ezt a típusú fazont én már láttam vele együtt helyeken, meg, meg ő a dolgozó anyuka, meg ő a kevésbé sikeres harmincas, meg nem tudom, Na most csak igen. mondtam, ilyen, ilyen, ilyen fiókokat, amikbe próbáljuk magunkat belepakolni. És akkor végül is te arra építed, hogy leírod nekem, hogy milyen ez, a, milyen ez az ember. Igen, és akkor nem biztos, hogy az történik vele, ami igen. ezekkel az emberekkel történni szokott. Igen, és akkor mikor uh, olvastam ezeket a novellákat, akkor az jutott eszembe, hogy mi a bajod neked a sztereotíp gondolkodással, hogy szerinted az miért nem jó? Hogy mondjam, ez egy kicsit, kicsit szerintem ez nem ennyire egyszerű, mert szerintem önmagában a sztereotípia az, 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 az a gondolkodásunk működéséhez kell. Tehát, az, tehát sokszor azt mondjuk, hogy a sztereotípiák azok rosszak, de szerintem ez, ne, ez nem így van, hogy a sztereotípiák uh -huh. rosszak. A sztereotípia az azért kell, hogy mondjuk hogy a hozzád, hozzád igyekezve, feljöttem a mondjuk a lépcsőn, mivel én már nagyon sok lépcsőn mentem fel, ezért nekem nem, nem kellett azon gondolkodnom, hogy hogy kell felmenni ezen a lépcsőn, mert visszavezettem a korábbi tapasztalataimra, és tulajdonképpen a sztereotíp gondolkodás szerintem így, így működik, hogy valami, valami hasonlóval már találkoztunk, és akkor azt gondoljuk, hogy akkor ez is olyan lesz, és ezért nem kell a feladatot a legelejéről elkezdeni. A, a probléma inkább akkor van, hogyha ha ezekben a sztereotípiákban benne maradunk. Tehát, hogy, hogy nem, nem, vagyunk nyitottak arra, hogy igen, lehet, hogy hasonló, de nem ugyanaz, kicsit más. Vagy vagy, 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 észrevehetjük, hogy nem is kicsit más, hanem nagyon más, és az előzetes gondolatainknak valami nem felel meg. És, és akkor, akkor leszünk előítéletesek. És az előítéletesség az, az viszont nyilván nem jó. Az, az, az az. Nagyon hasonlít a te gondolatmeneted, az én gondolatmenetemhez, amikor elkezdtem így gondolkodni azon, hogy hogyan építem fel ezt a beszélgetést, vagy hogy hol fogok nekiállni ennek az egésznek, akkor először ilyen, ilyen definíciós problémákba ütköztem, és akkor így azon gondolkodtam, hogy hol válik le a, a az előítéletről, vagy hogy hol van ez a, ez a szétválása ezeknek a fogalmaknak. Mert ugye a sztereotípiák valamiféle mankóként szolgálnak nekünk a hétköznapjainkban, és aztán pedig ö, sokszor azt lehet érezni, hogy így társadalmi viszonyokban pedig a visszájára sülnek el. És erről nekem a te véleményed is érdekel, hogy, hogy, ö, hogy szerinted, ö, úgy kérdezem meg, hogy ö, már nem tudom másképp megkérdezni, mint hogy a fejemben van. Mert hogy szerintem nagyon sokszor azért ilyen a novellákban is ilyen ö, ö, olyan alakokat írsz le, amit lehet, hogy az a kultúrkör értem, aki itt van körülöttem, a magyarokat értem alatta. És, és nyilvánvalóan én tudom, a, a, a magyarok körül is van egy csomó sztereotípia, mint minden címkézhető ö, ö, csoport körül van egy csomó sztereotípia, és akkor ez így elkezdett engem érdekelni, hogy te mit gondolsz a magyarok előítéletességéről, amennyiben tudsz te ennyire általánosan beszélni dolgokról? Egyrészt a magyarok van, van sok előítélet, másrészt a magyarokkal szemben is van sok előítélet, tehát hogy ez, ez és nyilván egyik, egyik se jó, de, de inkább nekem az az érdekes, hogy, hogy, hogy saját magunkkal kapcsolatban, tehát, hogy, tehát nem az van, hogy egy másik, nem tudom, valamilyen más csoporttal szemben, hanem saját magunkkal kapcsolatban is van, van, van egyfajta nem is tudom, egyfajta ilyen kritikus attitűdünk, hogy mi, hát mi ilyenek vagyunk. Mi, ugye szokták ezt mondani, hogy, hogy, hogy a magyar, onnan ismerjünk a magyart, hogy előtted, vagy mögötted megy be a forgóhajton, és előtted jön ki. És van, egy, van sok, sok ilyen, sok, ilyen, mondjuk úgy, hogy sztereotípia, vagy, vagy, vagy inkább ilyen, ilyen magyarokhoz kötődő, ilyen közös gondolat. És, és de például ilyen az, hogy a, a, a magyar lányok szépek. Ugye ez is ilyen. Nyilván ez persze, de hogy de hogy, nyilván nincsen erre tudományos bizonyíték, vagy, vagy nincsen erre statisztika. Tehát, hogy, hogy és ezek, ez, ezeknek egy része az, 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 az jó lesik, egy részétől szomorúak vagyunk, egy részétől összekacsintunk egymással. Ez ez és igen, talán én, én ezekre, én tényleg én ezekre így építek. Tehát, hogy hogy, hogy hogy... Te ezeken nevet Nem? Hát nevet... Nevetek, közelem. vagy nevettetek, vagy, vagy, vagy elgondolkodom. Ugye az, az, az mindig nagyon jó, amikor, amikor ugye én úgy írok, hogy, 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 hogy nem meglepő talán, de én ezt így kiszoktam. Én, én azért írok, hogy olvassanak, és hogy szeressék elérjenek, elérjek valamilyen hatást az, az írásokkal, és 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 az, az, az azt hiszem, hogy azt a hatást gyakor, gyakran el tudom érni, és, ez, és valószínű, hogy ezért én erre kicsit úgy rá is ültem, és, és még, még, még próbálom ezt kiaknázni, hogy hát tényleg, tényleg ilyenek vagyunk, tényleg ilyenek a hétköznapjaink, tényleg ilyenek, ilyen, ilyenek a tulajdonságaink, van egy csomó tulajdonság, ami, ami, ami vagy ott van mindannyiunkban, vagy mindannyiunk környezetében, és akkor azok azokra jó, nem tudom, valami olyan, olyan, kellemes ráismerni, hogy hát tényleg engem ez szórakoztat. Tehát, hogy én ennek örülök, hogy, hogy emberek akár magukra ismernek egy-egy olyan tulajdonságban, vagy olyan helyzetben, amiről én nem tudom, hogy az övéké, de ők ráismernek, hogy ez nekik is megvan. Azt mondtad, hogy, hogy talán nem meglepő, de azért írok, hogy olvassanak. Szerintem amúgy ez egy meglepő mondat. Igen. Ez valamennyire azt is magába rejtő, hogy neked fontos az a siker, amit hoz mondjuk az, hogy te írsz. Ö, ugye mit, 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 mit értünk siker alatt? Én én, nekem az, az a, én, én azt tekintem sikernek, jó nyilván lehet siker az, hogy az sok példányban el kell a könyv, és, és, nem tudom, sok pénzt keresek vele, vagy mint ez, ez lehet ilyen materiális jellegű siker, annyira sok pénzt nem keresek vele egyébként, de, de hogy nem, nem, nem elsősorban erre gondolok, hanem, hanem nekem az írás az azért, én, az, én, azt szeretem benne, hogy először is én szeretem, tehát én élvezem, tehát nem, mm -hmm. nem, 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 nem munkának, nem kényszernek, nem valami fájdalmas dolognak élem meg, hogyha ha írok, hanem, hanem magamat elszórakoztatom. És az, hogy ha, ez, ha mást is elszórakoztatok vele, az meg, az meg, egy különösen, az egy ajándék. És az, hogy amikor, nem tudom, ismerősök, ismeretlenek, írnak, felhívnak, találkozom velük, akkor, akkor én annak örülök. Nekem az, nekem az jó esik, mert, mert, mert az, hogy, 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 hogy embereknek tudok valami fajta élményt adni, és, akár megnevettetem őket, akár elgondolkodtatom őket, akár kizökkentem őket, akkor, akkor végül is hatottam valahogy rájuk. Nagyon remélem, hogy nem bántottam őket, mert ugye bántani senkit nem akarok. És hogyha valakire tudsz hatni úgy, hogy nem bántod, ez tulajdonképpen az jó. Nem? Jó. Igen. Igen, csak azért mégis az van szerintem, hogy valahogy a, a sikerre nem divatos vágyni, inkább csak sikeresnek divatos lenni. Érted? És, és, és közben ez. Igen, vagy, vagy nem ezt írtad le most, de hogy, igen. hogy közben nekem ilyen újszerűen és egyébként üdítően hat az a gondolat, hogy te azt mondod, hogy én nekem igenis fontos az, hogy az, amit csinálok, az tetszen a többi embernek, aki esetleg kíváncsi rá. De ez azért van, mert, mert én, én euh, tudod, van, 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 vannak a, ugye én, én eleve én nem, én nem, tartom magam írónak. Én ezt mindig el szoktam mondani, ha ez valahogy szóba kerül, hogy, 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 hogy én, én nem, az örök kiválóságnak nem, nem az irodalom történetnek írok, hanem azért írok, hogy hogy hogy, 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 hogy másoknak, meg magamnak ez jó legyen. Az, hogy valaki azt mondja, hogy ültem a buszon, olvastam a könyvedet, és akkor nevettem, hogy mindenki engem nézett. Hát ez, 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 nekem ez a siker. Vagy az, hogy elbőgtem magam, az is siker. Tehát, hogy, hogy valami, uh -huh. valamit, valamit, kiváltani a másikból, és, 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 nyilván mondom olyat kiváltani, hogy, hogy az, ne, az ne ártó legyen, hanem, hanem, hanem ezt, hogy szórakozzon, vagy, meghatódjon, hogy va valami történt. Értem, vele. egyébként nem arra, hm. vagy valami, nem akarok tovább lovagolni ezen a gondolatmeneten, egyáltalán nem, vagy szerintem kibeszéltük, csak Ahogy valahogy. Neked <laughs> csak valahogy így az jut eszembe róla, hogy, hogy, hogy általában a. A körülöttem lévő emberek, akik valamit alkotni, létrehozni akarnak legyen, az film, ö, zene, ö, műsor, vagy nem tudom mi, ö, mindenki valamit ö, nagyon meg akar fogalmazni, és ennek a megfogalmazásnak a, a, a szentsége a fontos igazából, és nem nem az utóélete bárminek, ami létrejön. És. Ö, és én, neki... nem, én nem így vagyok, nem így vagyok ezzel. Ö, én ilyen értelemben nekem. Én, én, tehát én, én beélem ezzel, és nyilván, hogyha ha még eznél többet kapok, annak külön örülök, de, de, de nem, szerintem nem nem, 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 érzem azt, hogy ildomos lenne ennél többre vágyni. A te személyed kapcsán egy egyből eszembe jut még természetesen a humorról való beszélgetés. És a kérdésem az az, hogy szerinted a PC az hogy változtatja meg a humort? Egyrészt én tulajdonképpen én, én a PC-vel én egyetértek, tehát hogy nekem én, én, én nagyon Sokszor radikális vagyok ö, olyan dolgokban, hogy, hogy, hogy nekem valami nem fér bele, és, 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 és az olyan kirekesztő és, és bántó és bántalmazó ö, nem csak cselekedetek, mm. hanem, hanem szavak is, is ö, én ezekre érzékeny vagyok. Ugyanakkor ö, csodálattal nézem a, a, az amerikai humort, ami, aminek ugye, a, ami, ami, ami ugye attól demokratikus, hogy mindenkit sért, és tulajdonképpen ettől, e, tehát ha mindenkit megsértünk, az olyan, mintha nem sértenénk meg senkit. Uh -huh. És, 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 valóban, és, az, és igen, tehát, hogy, 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 kétségtelen az is, és ezzel is, ezt is gondolom, és egyet is, ezzel is egyet kell értenem, hogy, hogy, hogy ha, ha folyamatosan csak arra figyelünk, hogy na ez, ez, ez kit fog megbántani, és ez, ez, ezen ki fog kiakadni, mm -hmm. és, és ki fog beperelni, akkor, akkor, akkor tényleg akkor inkább ne is nyissuk ki a szánkat, mert akkor abból nem lesz baj. És ez valóban ö, nagyon sok ö, ilyen szatirikus vagy humoros ö, dolgot megöl. És ez, ez nyilván rossz. Azt szerintem mindenképpen ilyen érdekes párhuzam a két kötet között, hogy az osztálytalálkozó novella, illetve a Bezek gyerek is novella valami olyasmi ö, nyomasztásról szól, amit így magunkra veszünk feleslegesen a társadalomból. És ö, te honnan tudtad, hogy ez egy nagy probléma? Mert hogy szerintem az. Képzeld el, hogy, hogy így, hogy nem tudtam. <laughs> Mint hogy, hogy, hogy és, és sokszor nem tudom, így szoktak olyat is kérdezni, hogy a saját ö, ö, fájdalmaim, vagy saját élményeim, és nem tudom, hogy mennyire vannak ebben benne, és, és pont ezekben például minimálisan. Tényleg? Tehát az, az osztálytalálkozóban semennyire, sőt, a bezdik gyerekben ennyire. Tehát, hogy így néhány, van néhány, néhány másik novella, ami ami amiben, ami, ami ha nem is úgy, de valamennyi, vala kicsit megtörtént, vagy, vagy valami, leépítettem, de, de, de ezek nem. Itt inkább a, a, az, az ötlet született meg, és, és abból lett, tehát a csavar, a csavar, tehát az osztálytel el különösen, tehát ott, 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 ott az, ott ez a csavar volt meg először, és a csavar köré írtam tulajdonképpen ezt a történetet, de nekem nem, tehát nem volt, nem, nem voltak ilyen, ilyen jellegű frusztrációim, vagy hát nem ilyen jellegű uh -huh. frusztrációim voltak. Tényleg? Igen. Jó. Nem, én nem tudom elképzelni, hogy, hogy, hogy lehet élni ilyen jellegű frusztrációk nélkül. De Igen. Persze. Hát mi, más hát jellegűek vannak. Hát mi, hogy nem hasonlítgattad soha a kortársaithoz magadat? Hát, vagy nem emlékszem rá. Az is lehet. Nagyon szerencsés vagy akkor. <laughs> nem tudom. Hát... Mert hogy ez a két novella az, ami szerintem ilyen, ilyen mindenki pontosan tudja azt a helyzetet, amiről írsz benne. Uh -huh. vagy, vagy mindenki pontosan tudja azt, hogy milyen összefutni egy... Ö, régi ismerőssel most nem fog jutni, eszembe jutni annak a novellának a címe, amiről beszélek. De az, amikor ö, két anyuka találkozik a magunk lépcsőjén. Ő igen, nekem sem Mindegy. Az, az, a lényeg, hogy rég találkoztak, és mindegyik elmeséli, hogy. A viszontlátás öröme, azt hiszem, ez a cím. Mindegyik elmeséli, hogy éppen mennyire jó az élete, és hogyha éppen nem annyira jó, azt is így nagyon harsányan kommunikálja, hogy neki tök oké, okay, hogy most igen. éppen nem. Ne, mert biztos, nem, hát biztos, hogy persze nyilván ilyenekkel találkoztam, mert most a, ma, tehát ma az osztály találkozó című novellának az alaphelyzete, és a, és a Bezzeggyerek című novellának az alaphelyzete, erre mondom, hogy ezek nem. De, uh -huh. de van példa, vannak, vannak, tehát például a nekem örökbefogadott gyerekeim vannak, és az örökbefogadás, mint téma, az megjelenik több írásban is, különböző módokon. És ugye a, a, de, de ez sem úgy, hogy, hogy, tehát nekem például az örökbefogadással kapcsolatban semmilyen frusztráció nem volt soha. Tehát, hogy ez, ez egy, nekünk ez egy teljesen természetes dolog volt, és, és semmilyen fájdalom, vagy bár, nincs. És, de ugyanakkor meg mivel ö, érintett vagy ebben a témában, és és, és, ö, és nyilván fogékonyabb vagy az ilyen történetekre, meg, meg, meg mesélnek ö, uh -huh. emberek dolgokat, meg elkezdesz rajta gondolkodni, akkor, akkor, akkor meg témaként jobban tudsz hozzányúlni. Vagy, vagy például van olyan, a, tehát a ami, amit én így a legszemélyesebb, ö, Bentleynek érzek az összes közül, az például az a Bezzeg a, a, végén van a Bentley Gyulán cím, mm -hmm. nem tudom, azt olvastad -e? Igen. Hogy az, hogy az arról szól, hogy, 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 mi, hogy, hogy, mi történik akkor, hogyha van egy álmunk, és ezt elérjük, és utána mi lesz másnap. És nekem ez, és ez, nekem ez élményem. Tehát ne, mm -hmm. nekem, nekem ez, ez, ez az én az én karrierem során nekem volt egy ilyen pillanatom, hogy oké, okay, de hogy akkor, hogy akkor, most akkor ezek után mi lesz? És tehát, hogy hogy van, van azért egy-egy ilyen, de azt mondanám, hogy mondjuk ennek a 60 novellának a kevesebb, mint 10%-a az, ami, ami úgy szól rólam, vagy vagy valamilyen, uh -huh. hogy, hogy... Amúgy érdekes, mert én ezen, azon is gondolkodtam, tudom, hogy két örök befogadott kislány, tehát igen, két kislányotok van, és és, és azt fogalmazódott meg bennem, hogy szerintem téged azért érdekelt ez a téma, hogy azért jön fel például az anyacímű novellátba is ez a, ez a téma, mert hogy inkább az érdekel, hogy hogy hm, csak egy történettel tudom leírni, hogy mi, mi az az érzelem, ami szerintem benned lehet, vagy aztán kíváncsi vagyok, hogy ez igaz-e vagy nem. De hogy nekem az jutott eszembe, hogy hogy azok, akik nagyon közel állnak hozzám, és akiket nagyon szeretek, azokkal kapcsolatban sokszor szokott az lenni a problémám, hogy ha van valami bajuk, vagy van valami érzelm, amit megélnek, akkor én azt nagyon akarom tudni, nagyon át akarom érezni, nagyon segíteni akarok nekik benne, de hogy van egy olyan pont, amikor rászmélek arra, hogy azért mégiscsak az a helyzet, hogy a testvérem az nem én vagyok, és nem hmm. tudom azt érezni, amit ő érez. Hmm. És, és én azt gondoltam, hogy igazából te a lehető legjobban akarod tudni azt, vagy érezni azt, hogy a te lányaid ezzel az egésszel hogy lesznek. Nagyon érdekes, hogy ezt mondod, mert ez, amit most mondasz, ez abszolút van bennem. Tehát, hogy ez, 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 ez én szoktam gondolkodni, hogy, 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 hogy ugye az, hogy nekem, ez az egész természetes, meg a feleségemnek, meg hogy nekünk ez így tök oké, okay. az nem jelenti automatikusan, hogy a gyerekeimnek is tök oké okay lesz, amikor ezzel úgy érdemben szembesülnek. És azért nyilván ezzel kapcsolatban az emberben vannak akár szorongások. De egyébként az Anya című novellánál igazából ott az volt a Nekem az volt a mozgató, hogy én próbálok mindent megfordítani, mindent kicsavarni. És ugye, ugye vannak ilyen fura történetek, ami, ami, ami nem, nem, nem rendben lévő és nem, nem, nem követendő történetek, hogy, 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 hogy valaki titkolja a gyereke elől, hogy örökbefogadott. És, ugye az anya csak gyorsan elmondom, hogy arról szól, hogy van egy örökbefogadott fiú, aki úgy... Lány. Tényleg? Lány, aha. Fiúnak olvastad? Én fiúnak olvastam, <laughs> de fura. Oh, al derül ki abban, hogy majd Azt hiszem, hogy elnek hívják, úgy lenyúlik. Jó, mindegy, én fiúnak olvastam, de úgy is, úgy is élt a történet. <laughs> De hogy van egy örökbefogadott lány, aki úgy élt 18 éves koráig, hogy őt örökbefogadta az édesanyja, amikor 5 éves volt, és akkor ö, amikor 18 éves korában meghal az édesanyja, rájön, hogy ki szeretné, vagy hát ki akarja deríteni, hogy ki az ő szülőanyja. Nyilván ott nem volt egy ilyen felhőtlen viszony, meg nagyon rossz körülmények között éltek, és kiderül az, hogy ez a lány, Eszter, a szülőanyjával élt együtt, és az ő emléke, hogy őt örökbe fogadták, az azért van, mert két éves korában állami gondozottként élt, mert az anyukája nem tette meg, hogy, hogy őt neveli, és öt éves korában pedig visszavette, és igazából ott az anyukának a motivációja érdekesebben, hogy ő Igen. miért úgy nevelte a gyerekét, hogy, hogy, nem mondta el neki, hogy Igen. ő anyja. Igen, ugye ez, nekem ez onnan, onnan, jött az ötlet, vagy ez a, ez a gondolat, hogy, 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 ugye ez a gyakoribb helyzet, hogy valaki titkolja a gyerek elől, hogy uh -huh. örökbefogadott. És, és, ugye próbálok mindent kiforgatni, elkezdtem azon gondolkodni, hogy létezhet-e olyan helyzet, amikor ennek az ellentéte van. Amikor valaki a vérszerinti szerinti gyerekének mondja, hogy örökbe fogadta. Ez nagyon, nagyon abszurdnak tűnik, miért, miért csinálna valaki ilyet. És akkor ez lett a megfejtésem, hogy, hogy valaki, aki, aki állami gondozásba adta a gyerekét, és, és ezt annyira szégyelli, és annyira nem tud, azzal az ön, nem tud azonosulni a, a, azzal az önmagával, aki ezt tette, hogy lényegében egy ilyen nem tudom, van-e ilyen, van ilyen szó, de hogy egy ilyen mesterséges skizofréniát ő, hoz létre, tehát hogy ő leválasztja azt, a, azt az énjét, aki ezt csinálta, és ő onnantól számítja önmagát, hogy kivette a, az intézetből, és és, és haragszik a régi énnyére, és büszke az új ényére, aki kivette az intézetből, és, és, ezért örökbefogadó anyaként viselkedik, és, 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 mondja a gyerekének, hogy, hogy őt, ő, őt én vettelek ki a Lelenc házból, legyél hálás, stb. Vagy ráadásul nem egy, nem, nem egy egyértelműen pozitív karakter, tehát hogy egy, nem, hát hogy, hogy mondjam, nem egy, nem egy ilyen meseszerű, egy, egy ilyen nyilván egy ilyen küzdő, és, és, és nem, 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 Igen, érdekes. Így... Én sokkal mérkesebb vagyok erre az anyára, mint te. Vagy én, ebben nem végig úgy volt, vagy utána úgy csapodott le ez az egész, hogy ő ezt eszközként használta az életében. Hát igen, de ugye nagyon sokszor van, a, van az, hogy, 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 az ember próbálja magát próbálja magát önmaga számára is elviselhetővé tenni, és, és, és akkor az gyakran együtt jár azzal, hogy, 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 hogy áldozatokkal, is lehet, és az, azok az áldozatok gyakran más emberek. Azt hiszem, hogy sejtetted, hogy ez a fog következni, hogyha már a sztereotípiáról beszélgetünk, de téged szerinted milyen a te személyedet, milyen sztereotípiák lengik körbe, vagy mik azok a sztereotípiák, amikkel neked mondjuk így meg kellett küzdeni az életed során, és zavart, hogy mondjuk bizonyos címkéket rádraknak, amiket nem éreztél igaznak. Gondolkodom ezen. Nem, nem érzem magam egy áldozatnak igazából. Ö, hát nem tudom, talán, talán azt mondhatom, hogy nekem a az édesapám egy, egy sikeres, uh, sikeres üzletember, és, és uh, nyilván voltak olyanok, így, különösen így, így, gyerekkoromban, amikor még kevesebb sikeres üzletember volt, hogy hát neked könnyű. Ö, és, és nyilván ezek nem, nem, esnek jól az embernek, mert, mert az ugyanúgy nem tehetek arról, hogy, hogy és ez neked okozott no. nehézséget? Ugye? Hát, ny nyilván így, hogy ezt kérdezted, és ezt választolom rá, akkor valószínű, hogy hogy valamit okozhatod, de hogy hogy nem kellett mondjuk terápiára járnom miatta, vagy így. Nyilván, nyilván voltak ilyen, ez biztos volt, töb többször nyilván rosszul esett, de... de nem tudom, igazából én, én sok mindennel foglalkozom, és mindig is sok mindennel foglalkoztam, és az segít abban, hogy, hogy nehéz, nehéz skatujába tenni, nehéz, uh -huh. nehéz, nehéz, nehéz azt mondani, hogy én egy olyan vagyok, mint, mert nem vagyok olyan, mint. De nem az van, hogy ha valaki csak egy dologgal foglalkozik, akkor abban könnyebben fejlődik? Szerintem ez is egy sztereotípia, nem? Ha több mindennel foglalkozol, akkor, akkor tudsz a különböző önmagaidra kívülről rálátni, és ezért egy csomó hibát nem követsz el. Nem vagy túlságosan benne valamiben, nem kilátsz ki belőle, tudsz magadra kritikusabban tekinteni. Uh -huh. Szerintem ezek jó dolgok. Ez is ilyen, tudod, hogy, hogy, egy, így hogy, hogy bennünk van, hogy, hogy ez, a, ez a barátom. Mérnök, az a barátom. Jogász, ez, és, 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 akkor nekem is kéne valami címke, ami én vagyok. Nem kell nem kell. És egyébként ez igazából akkor jössz rá, hogy, 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 hogy ez nem kell, amikor, amikor, uh, amikor úgy megbékélsz magaddal. Tehát amikor azt mondod, hogy... Hány éves voltál? Uh, próbálok visszagondolni erre. Ilyen, ilyen 40 körül. Lehet, kicsit kevés. Az még messze van neked? Igen, Na, nekem is messze van. Uh, szóval, hogy... hogy uh, Tudod, amikor, amikor így, egy ideig keresed magad, és megpróbálod megfogalmazni, hogy, hogy, hogy te ki vagy. Uh -huh. És aztán te majd rá fogsz jönni, hogy te Lukács Luca vagy. És ez van. És nem, nem kell, nem, nem, kell ezt túl gondolni. Te ez vagy, és te ilyen vagy. És én is így... Én, Jó, én, lehet, hogy én, 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 is, én, én vagyok, én ilyen vagyok, és, 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 és ha én így érzem jól magam, és akkor akkor, akkor nem, nem kell más csinálnom, mint ami nekem jól esik. Tudod, mi jut erről eszembe, hogy a múltkor álltam egy házi buliban. Álltál? É, á, álltam. Nem, nem táncoltam, <laughs> meg, nem csak így próbáltam, szóval amikor így ott vagy egy házi buliban, és akkor így próbálod ö, kicsit ö, jól érezni magad, de nagyon nehezen sikerül, mert így nem ismered az emberek felét, nagyon nehezen <laughs> engedek én fel ilyen helyzetekben. És akkor, vagy egyre nehezebben amúgy, és, és akkor... Oda lépett hozzám egy ö, régi ismerős, aki úgy érezte, hogy hát mégis illenek köszönni ennek az embernek, akit ismer, és ö, ö, ő sem tudta, hogy hogyan kezdje ezt a beszélgetést, szóval megkérdeztem, hogy mit csinálok mostanában. És akkor ö, szegényre így rázulítottam <laughs> azt, hogy, hogy nekem tökre elegem van abból, hogy mindenki ö, az alapján határozza meg a másikat hogy uh, mit csinál a hétköznapjaiban. Uh -huh. Vagy hogy <coughs> valami, és szerintem az osztálytalálkozó is erről uh -huh. szól egy kicsit, és csak kíváncsi vagyok, hogy, uh -huh. hogy, hogy te mit gondolsz erről az egészről, hogy, hogy valahogy én azt mondtam neki, hogy, 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 hogy á, igyekszem jól érezni magam, nagyon sok barátom van, és uh, kirándulok hétvégén, ami nem igaz amúgy, mert nincs időm kirándulni hétvégén, de hogy... És barátaid <síns> sincsenek. vagy, <síns> <síns> maj egyre kevesebben, mert folyamatosan <síns> dolgozok, be, hogy, hogy, de hogy, mégiscsak, hogy, hogy valóban az -e a fontos része az életnek, és, és az, a, az -e a legfőbb identifikáló szempont, hogy, hogy mit csinálok, megérhet? Hát, igen, valószínű, valószínű, hogy, valószínű, hogy ugye ez, igen, hát ez, ez tipikusan ugye a az, a stereotíp gondolkodásnak a telepe, hogy, hogy, valami alapján mindenképp be akarlak kategorizálni, és hát mi alapján kategorizáljak be, kézenfekvő, hogy az, az alapján, amivel legtöbbet foglalkozol, és az nyilván a munkád. És akkor igen, ez szerintem is hülyeség. Ne nekem ére érezhetően van problémám az ilyen sikerkultúrával, amit érzek 2023-ban, és ami szerintem túl rohadtul elősegíti a az, sztereotíp gondolkodást. Igen. Például milyen érdekes lenne, hogy mondjuk úgy találkozol egy régi osztálytárssal, vagy valaki, valaki ez egy nem találkoztál, és azt kérdezi tőled, hogy és te mit csinálsz szerdán esténként? Vagy mondtam, valami, valami ilyesmit. És akkor <laughs> És akkor a szerda esteiteket hasonlítjátok össze. És De le nem lehet, lenne hogy... jó? Hát lehet, ki kéne próbálni. Szerintem igen. Igen. Én egyszer azt mondtam az egyik osztálytávákozómon, hogy uh, mi lenne, ha nem mondana mindenki magáról három jó dolgot, ami az elmúlt öt évben történt vele, mert három jó dolgot mindenki tud mondani, hanem mindenki mondjon öt szart. De ez, szerintem egyébként ez isteni ötlet. Ez isten ötlet. A, leg, a legjobb egyébként, én, én nagyon szeretem azt, amikor, amikor a kudarcainkon, a tévedéseinken tudunk jót röhögni. És, és, és az, azt szerintem, szerintem ez, egy, ez egy felszabadító élmény. Szerintem, ha lesz, nem, nem tudom, hogy ott tizedik volt-e már, biztos még nem. Amúgy lesz leszavaztak, képzeld el. Komolyan. Esküszöm. Hát lehet, hogy legközelebb már nagyobb fogékonyság lesz. Igen, most már biztos meggyőződtem, Szerintem ez, ez nagyon jó. a tizedik, szerintem, és az ez én nem, de tényleg, Igen, de tényleg, nem, ez, 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 kétségtelenül így van, hogy, az vagy, az embereknek van valami fajta kényszerük arra, hogy, 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 sikeresnek mutassák magukat, és, és triomfáljanak a, a másik felett valamilyen szempontból. <laughs> és, és... És, és, és szerintem, ha ezt valaki ezt nem csinálja, hanem hanem bevállalja, hogy az ellenkezőit csinálja, az valójában mindenki számára felszabadító. Tehát szerintem, szerintem tök jó így trollkodni. Én szerintem azért akartam veled beszélgetni, mert nagyon kevés 21. századi férfit ismerek a te korosztályodban, és szerintem te egy vagy közülük. És... Mit jelent a 21. századi férfi? Mondom, hogy hát, hogy nagyon nehéz, nem tudom, különböző bullet pointokban leírni, hogy mit értek ez alatt, de hogy valami olyasmit, hogy nyilvánvalóan ellenzi a szexizmust, nem egy zsarnok főnök, normálisan gondolkodik az apaságról, és, 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 ezek. Uh -huh. és, és szerintem ez egyébként még mindig ritka. Vagy én nekem az a tapasztalatom, hogy az, hogy egy férfi, ami nyilván megint egy, 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 egy kategória, amiben most beleráptalak, hm? hogy te egy férfi hm? vagy, talán nem magadod. Nem, ne, nem, nem cáfolom, igen. De egy például, pont figyeld, hogy az előbb használtad magadra azt a jelzőt, hogy érzékeny. Ez is még ilyen felszabadító hat nekem, hogy egy férfi azt a jelzőt használja magára, hogy érzékeny. Úristen, de jó érzés. Mert szerintem ez nem jelent. Tényleg mondtam ezt? Igen. Valamire, nem tudom, mire mondtad az előbb, de hogy nem, azt mondtad, hogy valami téged érzékenyen érint. Uh -huh. És én pedig arra gondoltam, ja. hogy de jó, ez jó hallani, hogy, 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 hogy ilyet lehet. Mondani. Hát igazából én, én, tehát hogy mondjam, az, ez, szerintem ha az ember eljut egy, egy, egy olyan pontra az életében, hogy úgy, úgy, úgy békében van önmagával, és nem, nem muszáj egyfolytában bizonyítani valamit, akkor, akkor ezek nem annyira nehéz dolgok. Nem, Mert nem te voltál -e más milyen is? Biztos, persze. Biztos. Jó, hát nem volt, szexista nem voltam, de, de, de olyan abszolút volt bennem, hogy, hogy, hogy előrébb kell mennem, és, és, uh -huh. és győznöm kell, uh -huh. és ilyenek. De hogy tudod, szoktam, mondani, nem, a, nem kell megnyerni minden csatát, a háborút kell megnyerni, tehát hogy, hogy úgy összességében legyen jó az egész, nem kell, hogy mindig minden nekem kedvezzen, nem kell, hogy minden, minden, minden küzdelemből sikerrel álljak fel. Az az a fontos, hogy ugye az egész jól. Én azt szoktam egyébként mondani, hogy ugye valójában az életünk rendkívül közhelyes lesz, amit most uh -huh. mondok, de hogy az életünk az arról szól, hogy legyünk boldogok. Nem? Tehát, hogy ez ilyen egyszerű és ilyen közhelyes, de hogy, hogy az, hogy, hogy boldognak lenni egy életen át, annak nincs receptje. Tehát azt nem, azt nem tudod, hogy hogy kell, azt senki nem tudja. De az, hogy boldognak lenni egy napon át, az, az, az megcsinálható. És ha minden nap megtalálod az aznapi örömödet, vagy az aznapi bánatot meg tudod úgy oldani, hogy azért ne vigyel a, már a következő napot is, akkor végső soron mégiscsak megvan a boldogság titka. És én, én igazából én, én, erre, én erre törekszem, hogy örüljek annak, ami van. Ne... Szerinted van ilyen, hogy boldog állapot? Vagy ez, hogy az tud konstans lenni? Nem. Nem, nem, persze, hogy nem. Csak hogy úgy összességében érezheted azt, hogy jól érzed magad a bőrödben, uh -huh. szeretsz reggel felkelni, várod, hogy milyen lesz ez a nap, és nem azt várod, hogy mikor lesz már vége. Tehát, hogy, hogy, azért az... Én, én nem, vagyok, nem vagyok vallásos, és, és nekem, nekem nagyon fontos, hogy ez az élet. Én, én ebben az életben hiszek, amit, ami, amit élünk. És, és nem mindegy, hogy az milyen. Nem mindegy, hogy... hogy tehát, hogy az egy nagy felelősség, hogy, hogy, hogy a, hogy az az élet, amiben élsz, az, 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 az milyenre tudod formálni egyrészt magad számára, másrészt a környezeted számára. Én, aki mondjuk, én azt gondolom magamról, hogy, hogy hogy néha fogalmam sincs, hogy mi a helyzet a hitemmel kapcsolatban, de így van. Uh -huh. Ö, az téged nem zavar, hogy nincsen egy egy kitalált szenáriód arra, hogy mi, le, mi történik veled azután, hogy meghalsz? Ö, nyilván, ahogy hogy öregszem, és ez közeledik. Néha ezért eszembe jut, de de hát, hogy mondjam, ez olyan szempontból inspirál, hogy, hogy én úgy vagyok vele, hogy nekem nekem azt kell jól csinálnom, ami hátra van. Aha. Tehát, hogy, hogy miközben egyébként gyakran Érzek, érzek, néha egyfajta irítséget uh -huh. a vallásos emberek iránt. Tehát, hogy egy csomó... De mit irigyel ez bennük? Hát, sok minden kényelmesebb, sok minden... Uh, sok, sok, olyan kérdés van, ami, amire nekik van válaszuk. És az, hogy én nem hiszek, az nem uh -huh. azt jelenti, hogy, hogy nekem igazam van. Aha. Tehát, hogy ez egy ilyen... Nincs, nincs, nincs olyan, hogy van... Tehát nem, 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 gondolom, hogy én tudnám a tutit, és más Aha. meg téved. Elkezdtem dumálni arról, hogy, hogy, hogy egy 21. századi férfi vagy. Igen, igen Visszatérhetnénk ide. Mond, én, 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 ezeket, amiket mondtál, hogy ezek ilyen, mint ha valami csodabogár lennék ezzel, én nem, nem, érzem ennek, és azért az én, én környezetemben én nem gondolom magam egy, egyedülállónak. Hát, ugye ez is, és így visszatudunk egyébként kanyarodni a, a, a sztereotípiákhoz, mm. hogy ugye a hogy, hogy van elég mélyen valószínűleg a magyar társadalomban olyan fajta gondolkodás, hogy az apa dolgozik, az anya főz. És, és nyilván van, és, és, és van, aki szereti is ezt a világot megtartani, vagy nosztalgiát érezni iránta. És, és ugye a, a, én azt látom, hogy furam módon sok, sok családban úgy alakul ez át, hogy, hogy apa dolgozik, anya is dolgozik, de anya még főz is. És, 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 és ez, 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 szerintem igazságtalan, és, és én azt gondolom, vagy hát legalábbis a mi, 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 családunkban ez így működik, hogy mind a ketten dolgozunk, ráadásul mind a ketten sokat dolgozunk, és mind a ketten vála, részt vállalunk a többiből. És ez így is van a, ez így, a minden napunk? ez, ez abszolút így van, tehát a, nálunk a feleségem a, ilyen rendrakás, és, és nem tudom, a ruhavásárlás a gyerekeknek, és az, az azokban ő. És én főzök, és, és a, a, mosás az hol ő, hol én. Tehát, hogy ez, 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 de, de, mondom, én nem érzem ezt olyan különlegesnek, szerintem azért ez már... Azt gondolod, hogy ez már normális? Hát én, én azt érzem, hogy mondjuk az én környezetemben egyáltalán nem vagyok ezzel egyedülálló. Az érdekes volt, mikor, a, mikor megismertem a feleségemet, vagy hát így összekerültünk a feleségemmel, és a, akkor az ő az, é, az ő édesanyja, az anyósom, nagyon szerettem őt, de hogy őnek ilyen nagyon fura volt így az elején, hogy hogy hogy, hogy én főzök. Hát hogy ez, tehát szinte így kínosnak érezte, hogy miért nem az ő lánya főz. Mm -hmm. mert, hogy, mert ő, 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 ő úgy tehát ő úgy élt az életét, hogy a nő főz. Férfiakban nagyon sokszor van egyfajta ilyen igény arra, hogy ő férfinak mutassa magát. És sokan félreértik ezt a dolgot, és azt gondolják, hogy én attól férfib vagyok, hogy nem végzek úgymond női munkát. Vagy hogy én... én tehát, hogy, és ez, 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 ez szerintem ez valójában a... a a férfiasságban való bizonytalanságnak a jele, hogyha valaki ennyire ö, bizonyítani akarja ö, azt, hogy, hogy, hogy ezzel, tehát tényleg azzal mutatja meg valaki, hogy férfi, hogy nem mosogat. Most a, a, tényleg, tehát hogy akkor ő egy alfa hím, vagy tehát hogy nehogy már. Tehát, hogy ö, én, én azt gondolom, hogy, ez, tehát, hogy nem ezzel múlik, és hogyha valaki, az, val, valaki ez alapján ítélhet, ítéljen. Van egy novellád, aminek az a címe, hogy kurzus. Igen. És tudom uh, melyik. <laughs> ez uh, abszolút uh, érinti a, a magyar politikát ez a novella, mert hogy uh, kicsit arról beszél nyilván egy csomó iróniával, hogy uh, mennyivel egyszerűbb uh, kurzus művésznek uh, lenni, és uh, beállni egy oldalra, mint uh, uh, a, a szabad. Uh, a, művészet szabadságát, mint privilégiumot megtartani. És a kifutás ennek az egész történetnek az az, szerintem, hogy, hogy van itt valaki, aki csak szeretné nem állni egyik oldalra se, hogy azt lehet -e esetleg. Hát nem egyszerűen szeretné nem állni egyik oldalra sem, hanem szeretné a... Hát nem akarja elköteleződni, de azért az előnyeit szeretné élvezni. Igen, ez a novella is, és van még egyébként néhány ilyenem. Ami, ami, ilyen, nem tudom, akár mondhatjuk, hogy politikai, vagy társadalomkritikai éle van. Ezek azért születtek meg igazából, mert volt egy ilyen ötletem. Tehát, hogy, tehát, hogy nem, 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 az volt, hogy na én akkor most most akkor már reggel fölkeltem, és majd társadalomkritikus novella elkészítését fogadtam meg, hanem, hanem ez volt egy ötletem, és pont ilyen volt, és akkor megírtam. Amúgy azért tartom, nem is tudom, jó szó ez, hogy fontosnak, vagy érvényesnek azt, hogy egy-egy hogy, hogy, hogy ilyen írás is van az írásaim között, mert, mert én igyekszem a mindannyiunk életéről írni ezeket a történeteket, és mindannyiunk életében azért benne vannak ezek is. Tehát, hogy, 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 hogy ha azt vállalom, hogy, 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 a, hogy a magyar hétköznapokról írok, akkor szerintem az lenne a fura, ha nem írnék azokra a dolgokról, amik között élünk. Hát, ez érdekes. Szerintem ez a probléma, ami ebben felvetődik, nagyon messze van a magyar jó, hétköznapoknak de hát az, ezek, az általános Jó, de, ezek, de nem, hát ezek nyilván ezek nyilván ezek ilyen negatív utópiák, vagy szóval ez nyilván el van túlozva, nyilván ki van karikírozva, tehát eleve azt uh -huh. szoktam mondani, hogy a Magyarországon az abszurdot, azt, azt félkészen már megkapott, tehát ezt most be kell fejezni. Visszatérve nyilvánvalóan az alapvető témánkra, azzal összefüggésbe hoznám be azt a gondolatot, hogy szerintem azért a magyar közélet miatt, azért mégiscsak a, a családon belül, családokon belül is olyan a politikáról való közbeszéd, vagy a, a, a beszélgetések, hogy 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 nagyon elvágólagos. Most vagy ide állsz, vagy nem állsz ide. Ha nem állsz ide, akkor ott állsz, és akkor most akkor te ott állsz, és az alapján kell definiálnod önmagadat. És közben ö, ö, pedig ö, nyilvánvalóan azért ö, ezek a dolgok nem ennyire fekették és fehérek. Valahogyan ö, mégiscsak az van, és kíváncsi vagyok, hogy erről te mit gondolsz, hogy ez ilyen kétpólusú, világok, amik létrejönnek, és most tök mindegy, hogy politikáról beszélek-e, nyilván kézenfekvő erre gondolni alatta. Azok uh, még uh, jobban megágyaznak-e az előítéleteknek, nem? De, de igen, ezt tudom nekem, Igen, ez szörnyű dolgok, és milyen jó lenne, nem lenne. Hmm. Uh, tehát, hogy most, most uh, nincs, nincs egy nagy megfejtésem, semmiért nem tudnék mondani, ami nem a hangzott volna el uh -huh. uh, ezerszer. Nyilván nagyon rossz dolog, hogy emberek az alapján ítélnek meg másokat, és, 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 és Na és jó, de akkor mi alapján kell megítélni egy másik embert? Ú, de keményeket kérdezem. <gül> <gül> hát, hogy megismered, és, és, és hogy, hogy, nem tudom. Én, én egyébként igazából tudom, hogy ez ilyen gyermeki naivitás, de valahogy én, én azt gondolom, hogy vannak jó emberek és vannak nem jó emberek. Hmm. És és, és hogy, hogy, hogy nagyon sok. Én ismerek nagyon sok rossz embert, akivel mondjuk közéleti dolgokban egyetértek. És ismerek olyan jó embereket is, akivel nem. Tehát, hogy, hogy ez, ez. Nem tudom, én én, én szerintem. Nagyon szerintem ez... sok rossz embert ismersz? Hát igen. De ez nem azon múlik, hogy valaki hova szavaz vagy, hogy így Persze. mit gondol a világról. Azért alapvetően az a helyzet, hogy te egy ilyen teljesen privilegizált környezetben nőttél fel, bár bármint most teljesen, nem, mert amúgy nem tudom, hogy, 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 hogy milyen viszonyok voltak a családon belül, de hogy mondjuk azon nem kellett aggódni, hogy, hogy hol fogunk lakni, meg mit fogunk enni. Ami szerintem már egyébként egy privilegizált helyzetnek tekinthető. Tölt el téged az valamilyen gondolattal, hogy igazából akárhogy is nézzük, csak soha nem tudom, hogy ebben a témában hol lehet megbántani a másik Nem fogsz tudni megbántani. Nem Jól foglak? Kérdez, Jó, mert... oké. Ezért ugrálom körül egy kicsit a számokra. Nem kell. Ne nem kell. Szóval, hogy, hogy az tökre érdekel, hogy ezzel kapcsolatban neked megfogalmazódott-e az, hogy igen, mert végül is nekem élnem kell azzal a kivételes lehetőségemmel, hogy én felnőttem egy privilegizált környezetben, és lehetőséget teremtek ö, két olyan embernek, akik a lányaim, akik nem ilyen környezetben nőttek volna fel, hogyha én nem vagyok. Ugye a, nyilván egy ilyen helyzetet kívülről nézve, sokan, ezt sokan mondják egyébként, hogy milyen szerencséje van ennek a két kislánynak. Uh -huh. Milyen jó életük lesz, és ezért szerető családban, és, és, nem fognak nélkülözni. És, és, de hogy, hogy ugye ennek van egy másik fele, hogy minket ez a két kislány tett családdá. Tehát, hogy, hogy, hogy nem, nem az van, hogy mi, mi adtunk nekik, hát ők is adtak nekünk. Tehát ez nem, ez nem, ne, nem úgy néz ki, hogy, hogy, tehát, hogy az örökbefogadás ez nem azt jelenti, hogy mint egy, mint egy nem tudom, mint mikor, mikor a Facebookon születésnapod van, és, és akkor egy gyűjtést indítasz az afrikai gyerekeknek. Hogy örökbefogadás az azt jelenti, hogy mi így vagyunk apa, anya, gyerekek. És, és ez egy ez egy ez egy, ez, egy, ez, egy, ez egy, ez egy, nagyon kölcsönös dolog. Ez nem arról szól, hogy, hogy mit szponzoráljuk a gyerekeket, és akkor ő nekik van mit enni, hanem ők a gyerekeink. És és, 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 én azért vagyok apa, mert ő van nekem. És a feleségem azért anya, mert, ő van, mert ők vannak nekünk. Tehát, hogy ez, ez nem, nem, azt érzed, hogy nyilván persze hazudnék, hanem fut át az agyunkon néha az, hogy úristen, milyen szörnyű lenne, hogy ha, 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 ők, nekik ott kellene élniük egy, 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 falu széli vakolatlan házban, ami nincs rendesen uh -huh. szigetelve, és nem tudják fűteni, mert, mert sajnos, hogyha, hogyha nem, nem adták volna őket örökbe, és mi nem fogadt, akkor, 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 akkor ez akkor ők ott élnének. Ö, illetve valószínűleg állami gondozásban, sőt, biztosan állami gondozásban élnének, mert, nem, mert ott nem, nem mm -hmm. hagyták volna őket. Ö, ez át szokott futni a, az agyamon, de, nem, de, de, nem a, de, nincsen az, hogy, 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 hogy mi, mi, valami, nem tudom, jó emberek vagyunk, akik a szegény kislányokkal jót tettünk. Ez nem ez van. Nekünk így van családunk. Ez a legegyértelműbb válasz erre, amit adtál, hogy pont ugyanennyit adtál, adtatok ti Sárinak meg a Rozinak, mint amennyit... Hát sőt, én inkább ad... úgy érzem, hogy ők sokkal többet adtak, és adnak minden nap. Írsz -e harmadik kötetet, és az is novellás kötet lesz -e? Igen, elkezdtem már írni, meg van, van sok ötletem, tehát hogy ez úgy néz ki, hogy, hogy, hogy van néhány, amit már megírtam, és van, néhány, van, van annál jóval több ötletem, amit még nem írtam meg és igen, novellás kötetet még egyet biztos fogok írni, mert tehát így uh -huh. megjelentetni. Uh -huh. Ö, igen, válaszoltam. Válaszoltál. Nagyon köszönöm a beszélgetést. <haz> <szépen. haz> <elkező> <haz> nem, amúgy tényleg, szóval köszönöm szépen. Befejeztük. Oké, okay, köszönöm Ennyiol. szépen.